Pálháza város képviselő testülete az év első hónapjában több órás tanácskozás keretében vitatta meg a települést érintő kérdéseket, és hozott döntést a város jövőjét érintő feladatokban. Hagyományosan az ülés polgármesteri beszámolóval kezdődött. Szebeni Endre a legutóbbi ülés óta megvalósult eseményekről és intézkedésekről tájékoztatta a testület tagjait. Ezúttal a decemberi ünnepkörhöz kapcsolódó események kerültek a középpontba. Tavaly ültünk össze utoljára a testület ülésre december közepén. Azóta az elmúlt eseményekről kapott egy rövid tájékoztatást a képviselő testület. A legfontosabb esemény, ami volt, az a karácsonyi városi ünnepség, illetve a szilveszteri bál, amelyet mindkét rendezvényünket nagy sikerrel bonyolítottunk le. Nagyon szép számmal jöttek el a helyi lakosok a városi karácsonyi ünnepségre, amelyen egy bensőséges hangulatú ünnepségen és együttléten voltunk túl. Az évkezdéshez jellemzően kapcsolódik az intézmények, szervezetek előző éves tevékenységéről szóló beszámolók megtárgyalása. Így történt ez Pálháza esetében is. A beszámolók sorát a térségi művelődési ház vezetője kezdte, aki ismertette az elmúlt évben végrehajtott feladatokat, de kitért az idei tervekre is. Az elmúlt percekben tartottuk meg az elmúlt esztendő beszámolóját Pálháza város kulturális tevékenységéről. Mondhatom, hogy több rendezvényt tartottunk, mint amennyit beterveztünk. Ez menet közben így alakult, és ez öröm számunkra, hogy többet sikerült, mint amennyit akartunk, és úgy gondolom, hogy megfelelő színvonalon a lakosság megelégedésére, és ahogy elhangzott itt a képviselőtestület, a város vezetőségének megelégedésére szerveztük meg a programokat. Igyekeztünk a lakosság minden rétege számára valamilyen programot biztosítani. Tehát voltak gyermekprogramok, voltak ifjúsági programok, illetve az idősebb korosztály számára is szerveztünk programokat. Nagyon nagy érdeklődésre tart számot a színházi előadás. Az elmúlt esztendőben két színházi előadást tartottunk, nagyon nagy sikerrel. Mondhatom, hogy a színházterem zsúfolásig megtelt, még pócékeket is be kellett helyeznünk, hogy mindenki megnézhesse, aki meg szerette volna tekinteni. Pénzügyi szempontból is eredményesen zártuk ezeket a rendezvényeket, vagyis hát ráfizetésünk nem volt. Nagy nyereségünk sem, de ráfizetésünk sem akadt. A színházi előadások mellett természetesen a gyermekek számára is szerveztünk néhány előadást, gyermek előadást. Itt a környező óvodák, iskolák gyermekei vettek ezen részt. Több alkalommal is volt a gyermeknapon, volt a Mikulás napon előadás, sőt a városnapon is szerveztünk számukra zenés műsort. Az ifjúság számára inkább táncos rendezvényeket tartunk, bálok, nagyon nagy sikerűek a szilveszteri bálok. Ilyenkor is olyan nagy a túljelentkezés, hogy vissza is kell utasítani néhány jelentkezőt. Itt januárban pedig már tervezik az éves feladatokat, az éves programokat. Mi várható 2017-re itt Pálházán? Hát igazából ugyanazokat, majdnem ugyanazokat a programokat terveztük be. Most legközelebb talán a nőnapi rendezvényünk lesz, majd ugye nemzeti ünnep, március 15-e megünneplése, az iskolások számára szavaló verseny lesz a költészet napján, minden éven megünnepeljük a gyermeknapot, családi napot is tartunk,
És a legnagyobb rendezvényünk július végén a Városnap lesz, és hát sorolhatnám tovább a színházi előadások, a gyermek előadások, a bálok, a táncos rendezvények mind beterveztük, és hát remélem, hogy legalább az elmúlt évhez hasonló sikerrel tudjuk megszervezni ebben az esztendőben is a programokat. A színházi előadásoknál az önök feladata, hogy kiválasszák azt, hogy mi látható majd itt Pálházán, mire törekszenek, illetve megvan-e már a 2017-es terv? Hát megvan a terv, de nem könnyű megszervezni itt Pálházán, mivel hogy a lakosság száma eléggé alacsony, és az 1100 fős lakosságból azért nem tud mindenki színházba jönni, és hogy teltházasok legyünk, az egész hegyközre kell kiterjeszteni a szervező munkát, és ez eléggé nehéz, hiszen Hollóházától Sátralja Újhelyig minden településen megkeresünk valakit, aki partner ennek a rendezvénynek a megszervezésében, és hát ez eléggé nehéz, de idáig még mindig sikerült. Hát még nem alakult ki pontosan, hogy milyen előadást, melyik színházzal kötünk majd szerződést. A márciusi előadás az valószínű, hogy nehézségek miatt meg fog hiúsulni, amit beterveztünk, de remélem, hogy egy másikat meg tudunk szervezni. Itt a pénzügyi nehézségeket kell említenem, mert többet kértek, mint amennyit szerettünk volna, vagy mint amennyit be tudunk szedni a belépőjegyekkel. Úgyhogy itt módosítani kell lesz majd a tervt. Képest. És meg a Városnapról beszéljünk néhány szót. Látszik-e már, ugye itt mindenki elsősorban arra kíváncsi, hogy ki lesz a sztár fellépő, ezt lehet-e már tudni, illetve a programok egy picit körvonalazódnak-e már így évelején? Hát a nagyobb programok már fixálódtak is. Azt bejelenthetem ezúttal is, hogy a sztár fellépő együttes a Kowalski meg a Vega együttes lesz. Gondolom, hogy sokan jönnek ide Városnapon ezt az együttest megtekinteni, és hát sikeres lesz ez a nap is, ez a koncert is, mint ahogy tavaly is és azelőtt is nagyon sikeres volt. A művelési ház dolgozónak munkájáról nagy elismeréssel kell szólnunk, hiszen egész évben egy megfeszített munkatempóval dolgoztak, hiszen nagyon sok olyan rendezvényen vagyunk túl, amely a korábbi években nem volt, tehát jöttek be plusz rendezvényeink, és hála Istennek egyre nagyobb a látogatottsága a rendezvényeinknek mind helyi szinten, mind pedig térségi szinten, és ez egyre több feladatot ró a kollégák számára. Összességében tényleg egy pozitív képet kaphatott a testület is a térségi művelési ház dolgozóinak munkájáról. Áttekintettük a rendezvényeket, amelyek lebonyolításra kerültek, és így örömmel nyugtáztuk, hogy egy nagyon sikeres éven vagyunk túl. A Pálházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint egy évszázados múlttal rendelkezik. Tagjai szervesen bekapcsolódnak a település életébe, de törekszenek a folyamatos fejlődésre, fejlesztésre is. Ez jellemezte az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elmúlt éves tevékenységét is. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tavaly előtt esett át egy tisztújításon, amely egy friss lendületet adott az egyesületnek, hiszen nagyon aktívan vesznek részt a különböző pályázatokon, és eredménnyel is pályáznak, hiszen az utóbbi években nagyon sok személyvédő felszerelés került így beszerzésre, valamint komoly tárgyi eszközökbe is részesültek, amelyek elősegítik az ő munkájukat.
Nyilvánvaló, az önként és tűzoltó egyesületre úgy tekintenek az emberek, hogy csak akkor végeznek feladatot, amikor konkrétan baj van, de itt a új vezetőség egy olyan célt is megfogalmazott, amely szerint segítik az önkormányzat munkáját, illetőleg a helyben élő lakosoknak a ellátását, és így különböző társadalmi feladatokat is nagyon szívesen végeznek szabadidejükbe, mind az önkormányzat, mind pedig a lakosok örömére, hiszen nagyon sok olyan idős egyedülálló lakosnak tudnak így segíteni igény esetén, amely már meghaladja az egyedülállónak az erejét vagy a lehetőségét, és így tulajdonképpen a hivatalos feladatok mellett tulajdonképpen egy jó szolgálati küldetést is teljesítenek az önkéntes tűzoltóink, aminek nem csak helyi elismerése van, hanem a katasztrófavédelem vezetői is elismeréssel szólnak az önkéntes tűzoltó egyesületnek a munkájáról. A sport is előtérbe került az ülésen, hiszen a Posa FC, melynek elsődleges feladata a labdarúgás utánpótlás nevelés, szintén számot vetett az elmúlt esztendőről. A Posa FC tulajdonképpen a helyben működő futballklubot jelenti, az utánpótlás korosztály minden egyes korcsoportját tekintve, valamint a felnőtt csapatot. Örömmel állapítottuk meg, hogy évről évre egyre jobb eredményt érnek el a csapataink a különböző korosztályos bajnokságokban, illetve a felnőtt csapat is egyre jobban szerepel a bajnokságban. Ez egyrészt közösségépítő jellege is ölt, hiszen a fiatalok együtt készülhetnek sok esetben a felnőttekkel, és ez is egy ilyes kis inspiráció az ő részükről, hogy eljuthatnak majd a felnőtt csapat tagságig, és ott komolyabb sikereket is tudnak elérni a pályán. Valamint ugye hát az sem elhanyagolható, hogy ha gyerek sportol, akkor egy egészséges életmódot él, és ez is hozzájárul a fejlődéséhez. Az önkormányzati támogatás mellett milyen forrásokból tud gazdálkodni ez a sportegyesület? Hát elsősorban a társasági adó kedvezményből tud gazdálkodni a helyi sportegyesület is. Itt a TAUS pénzeknek a felkutatása egy külön feladatot ró a szakosztály vezetésre, amelyet nagyon eredményesen végeznek, hiszen évről évre egyre több vállalkozás támogatja ilyen formában is a helyi labdarúgó egyesületet, amely azt a célt szolgálja tulajdonképpen, hogy egyes eszközöket, amelyeket az edzések során tudnak használni, vagy különböző sporteszközöknek a beszerzésére, így sokkal jobb lehetőségek nyílnak. Ez két részből áll össze, ez 70%-át a vállalkozások adják, 30%-át az önkormányzat teszi hozzá önerőként. De így is azt gondolom, hogy mind a vállalkozásoknak, mind az önkormányzatoknak ez egy megtérülő befektetés, ha szabad ezt mondani, hiszen nagyon jó célt szolgálnak a sportra fordított forintok, amellyel elő tudjuk segíteni a helyben, illetve a térségben élő fiataloknak a sportolási lehetőségét. Pálháza központtal működik a Pálházi Közös Önkormányzati Hivatal. A hivatal elmúlt éves munkáját is értékelte Pálháza képviselőtestülete. Jelenleg 4 település tartozik a Pálházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, tehát Pálháza, Füzér, Komlós, Nyíri és Bozsva. Az együttműködés nagyon jó. A társközségekkel, polgármesteri, illetve dolgozói szinten is, hiszen egy nagy családként dolgozunk. A kezdeti
gyerekbetegségeket leküzdve most már tényleg a munkatársak is megfelelő módon összecsiszolódtak, a munkafolyamatok így sokkal gördülékenyebbé váltak, és így egy nagyon hatékony munkavégzés folyik a közös önkormányzati hivatalban. Itt nyilvánvaló a közös önkormányzati hivatalnak a tevékenysége nem válik el az önkormányzatok tevékenységétől, és azt kell, hogy mondjam, már mondhatom minden polgármester kollégának a nevében, hogy nagyban megsegítik az önkormányzatoknak a tevékenységét, mind a polgármesterekét, mind pedig a képviselőtestület tagok munkáját a közös önkormányzati hivatalnak a dolgozói, hiszen nagyon sok olyan anyagot készítenek elő testületi ülésre, vagy pályázatok során, amely a későbbi munkafolyamatok, vagy pályázatok során felhasználásra kerülnek, és így én azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív, nagyon jó és hatékony munka folyik a közös önkormányzati hivatalba, amelynek a dolgozónak a munkáját én ezúton is nagyon köszönök. Az elmúlt évről be tudunk-e olyan eredményről számolni, amit a négy település közösen ért el? Négy település tekintetében a közös feladatok ellátása adta a legnagyobb hangsúlyt a munkavégzés során. Vannak ugyanolyan beadott pályázataink, amelyek több települést érintenek, akár egészségügyi, akár pedig szociális vonalon. Ezeknek a pályázatoknak az elbírálását várjuk. Itt igazándiból tényleg csak az operatív munka folyt mind a négy településen. Jelenleg van előkészítés alatt a ASP rendszerhez való csatlakozásunk, amely mind a négy települést fogja érinteni. Nyilvánvaló ett is ebben pályáza fogja a koordináló szerepet betölteni, de minden település a megfelelő infrastruktúrális fejlesztésben részesülni fog. Akkor mondjuk már el azt is, hogy mi is ez a pályázat, milyen célokat szolgál. Ez egy központi informatikai hálózat lesz, amely nagyban meg fogja könnyíteni az önkormányzatoknak az ügyintézését, hiszen egy közvetlen kapcsolat lesz majd a Magyar Államkincstárral, amely mind a pénzügyi vonalon, mind pedig egyéb területeken segíteni fogja a hatékony munkavégzést, amely elő fogja segíteni a helyben élő embereknek az ügyintézését, hiszen nagyon sok olyan ügyet fognak tudni majd itt helyben elintézni, amellyel eddig esetlegesen a járási székhelyre kellett beutazniuk. Pálháza önkormányzat költségvetésének egy részét a helyi adóbevételek teszik ki. A 2016 évi helyi adóbevétel alakulásáról szintén beszámoló hangzott el a januári ülésen. Változatlanul elmondható, hogy a helyben működő vállalkozások fizetési morálja jónak mondható, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy különböző területeken visszaestek az adóbevételeink, és ez nem annak köszönhető, hogy a cégek nem fizetik be időben az adót, hanem egyszerűen olyan gazdasági helyzetbe kerültek, hogy kevesebb adófizetési kötelezettségük keletkezett, pusztán abból azokból kifolyólag, hogy kevesebb árbevételt értek el 2016 évben. Ez elsősorban az építőipari vállalkozásokat, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat érintette elsősorban. Itt ez meglátszott a kisebb vállalkozások árbevételén is, illetve adó befizetésén, valamint a nagyobb cégek adó befizetésén. Hát a legnagyobb vesztességet úgymond az Északerdő ZRT jelentette. Nyilvánvaló ez is nem az ő hibájuk, hanem egyszerűen egy kevesebb árbevételük keletkezett, és így kevesebb adóval tudtak ebbe az évbe vagy tavaly évbe hozzájárulni a
pályázának a költségvetéséhez. Pálháza önkormányzata több pályázatot is benyújtott a város fejlesztése érdekében. Döntések ugyan még nem születtek, de a képviselőtestület olyan határozatokat hozott, hogy elindítják a tervezési folyamatokat annak érdekében, hogy amennyiben pozitív elbírálásokban részesülnek, mi hamarabb megindulhassanak a kivitelezési munkálatok. A pályázatok elbírálására várva itt azt a döntést hozta meg a képviselőtestület, hogy egy picit elébe megy az eseményeknek, és különböző tervezési feladatokkal bízzuk meg majd a tervező irodákat. Természetesen itt az árajánlatok bekérésre kerültek, és a legjobb ajánlatot választotta ki a képviselőtestület. Ez egy picit előre dolgozás, hiszen amikor megszületik majd a döntés a pályázatokat illetően, akkor hirtelen felgyorsulnak az események, és akkor nem biztos, hogy mindenre jut elegendő idő, és így szeretnénk előrébb kerülni a munkafolyamatok során. És akkor még egy mondatban mondjuk el azt is, hogy mely pályázatokról beszélünk most. Hát első körben a barna mezős beruházásra vonatkozóan, amely a város központot érinteni. Ez érint közlekedési tervezési feladatokat, valamint egyéb építészeti feladatokat is, amely tulajdonképpen egy meghatározó pályázata lesz Pálházának, hiszen a városközpont fog ezáltal megújulni. Ezen kívül ugye ugyanezeket a folyamatokat fogjuk majd a későbbiek folyamán elindítani a többi pályázat esetében, de most úgy tűnik, hogy ebbe a barnamezős pályázatba lesz leghamarabb döntés, így ezt a döntést hozta meg most a képviselőtestület. A Pálházi önkormányzat legfontosabb feladata a következő hetekre nézve a költségvetés kidolgozása lesz, hiszen minden településnek február 15-ig rendelkeznie kell éves költségvetéssel, valamint ahogy minden városban és faluban várják a pályázatok eredményhirdetését, így a hegyközi településen is. Ez mindennapi kérdés.